Üdvözlök mindenkit! Ma azt mutatom meg, hogy hogyan sidechaineljünk Pro Tools-on belül. Erre gyakorlatilag ma már a pluginek 99,9%-a képes. Most az egyik legelterjedtebb és talán legegyszerűbb példát fogom megmutatni. A lábdob fog triggerelni a basszusgitáron egy kompresszort. Ez talán a legalapabb vagy legelterjedtebb felhasználás, de természetesen ez csak azért van, innentől tudni fogjuk, hogy hogy működik, bármivel kapcsolatban használhatjuk. Én egy boost már elneveztem egy mono boost sidechain boostnak, így ezt a lábdobot szeretném, hogy ő legyen a trigger, gyakorlatilag így elküldöm a sidechain boostba, így ez nyugodtan mehet akár presen is, és itt a basszus gitárra inzertálunk egy kompresszort, most Digi saját kompresszorát, de kinek mi tetszik, bármit oda inzertálhat. Itt két dolgot kell tennünk a pluginnál, itt a kulcsnál, a key inputnál meg kell adnunk természetesen azt a buszt, ahova a trigger tracket küldtük, tehát ő lesz a sidechain buszunk most a bejövő, és itt is a sidechain felirat mellett a kis kulcsot be kell, hogy kapcsoljuk, hiszen csak így aktiválja a sidechain üzemmódot. Most nézzük, nem is kell a lábdob, hallgassuk csak a basszus. És itt bele tudunk hallgatni a sidechain. Halljuk, jön szépen a lábdob, akár már itt is állíthatunk valamennyit. Most elég durvákat állítok, hogy jó hallatszódjon majd a basszusgitáron. Hozzáadom a lábdobot. Innentől kezdve az ötek és a release-zel, valamint nyilván a threshold-dal játszva eltalálhatjuk azt az arányt, amikor értelmesen elég keveset szed ki a lábdob sidechain a basszusból, de mégis jobban megél a lábdobunk. Természetesen itt most csak a példa kedvéért volt ennyire belehajtva, teljesen fölösleges lenne 10-20 decibelt levenni minden lábdob rugásnál a basszusgitárból. Itt bizonyos pluginekben még plusz funkció, hogy akár filterezni is tudjuk a bejövő sidechain jelet, valamelyiknél nem ott, simán minden jelet megkap sidechainbe a plugin. Tehát ez az alap felhasználása, így lehet egyszerűen sidechaint létrehozni Pro Tools-on belül.